fehér, hófehér kőborítás, hát itt például nagyon jó, meg akkor nagyon jó, amikor letesszük az elején, mert gyönyörű. Na most ez a videó nem arról szól, hogy ne alkalmazzunk kőborítást, hanem arról szól, hogy alkalmazzunk, de tudjuk, hogy mivel jár. Hát az biztos, hogy amikor így leborítunk vele egy ilyen területet, akkor és egy ilyen ízlés kérdése, de mondhatjuk, hogy gyönyörű, vagy nagyon szép. Igen, de ezt mondjuk körülbelül egy pár hónap ezelőtt tehették le, és mit látunk? Ezeket a szerves javakat, ez itt egy juharnak a kis repülőkészüléke, ugye ezekről a fákról, meg levéldarabok, meg virágzatdarabok, meg mindenféle darabok. Ezt innen élő ember nem szedelgeti ki semmivel. Se lompropor szívóval normálisan, se seprűvel, stb. Ott lesz. Most amit néha szoktam látni, hogy ilyen nagyon elszánt férfiak már, mint hogy a feleség kiküldte, hogy apujuk, a te ötleted volt, menj, takaríts ki, ide kirakják, kimossák, visszarakják. Én nem hiszem, hogy ennyit ér egy borítás. A legjobb borítás az természetesen a zöld növényekkel való borítás. Tehát ez a videó az arról szól, hogy alkalmazhatunk ilyen kőborítást, most hogy ez alatt van-e geotesztilia, vagy nincs, ezt meg nem mondom, de tulajdonképpen tök mindegy. Maximum akkor alulról nem jön elő a gyom, de kellő vastagság után egyébként sem jön belőle elő a gyom. A fő probléma az, hogy általában ezek a fehér felületek, vagy bármilyen felület, itt van ez a szürkés-kékes kő, telemegy ezekkel a szerves javakkal, amit a természet ad, és elszürkül, elcsúnyul, nagyon nehéz karban tartani.